A múlt héten számoltunk be a dárt szakosztály nagy sikereiről. A Soproni Európa Kupán 16 ország 72 csapatának versengésében a Vecsési Együttes bronzérmet szerzett. Felvételeink még az utolsó edzésen készültek, de a fotók a nagy verseny hangulatát idézik. Az idei szezont a szakosztály azzal az elhatározással kezdte, hogy a tavalyi év sikereihez hasonló eredményeket szeretnének elérni. Az egyre bővebb létszámból adódóan 4 csapatot is el tudtak indítani a bajnokságokban. Az egyes csapat Juhász Béla, Kautsky László, Balogh Béla, Garamszegi Gábor, Massa Sándor összeállításban nagy sikereket mondhat magának az országos első osztályban. Amíg az előző évben a bennmaradás volt a cél, addig most a többi csapat megbecsülését és szimpátiáját kiérdemelve egyenletes jó játékkal megszerezték az országos harmadik helyet. Ugyanez a csapat biztos csoportgyőzelemmel, valamint magabiztos játékkal a helyosztón Stílen is felkerült az első osztályba. A második csapat Nagy Mihály, Pónya Tibor, Szekeres Sándor, Gubuc Károly összetételben szofton jó játékkal bennmaradt az országos második osztályban, és Stílen csoportelsőként jutottak fel az országos második osztályba. A harmadik csapat Mihalik László, Csendes Zoltán, Rácz Gábor, Trennel Zsolt, Góci Attila, Patkós Ferenc, Vastag Pál, Fábián Tamás és a negyedik csapat Varga Zoltán, Paládi Sándor, Szabó László, Trennel Ferenc, Dávid Krisztián összeállításban feljutottak a megyei bajnokságból mindkét szakágban az országos második osztályban való indulásra. A csapatversenyek sikerei mellett szép eredmények születtek egyéni viadalokon is. Dávid Krisztián egyéniben és Paládi Sándorral az oldalán egyaránt megyei bajnok lett. A 2005-ös év az Európa-bajnokságra való felkészülés jegyében kezdődött. Ennek megfelelően országos bajnokságot csak szofton és csak csapatban rendezett a szövetség. Az első csapatunk az örök rivális Győr csapatával holt versenyben csoportelsőként bejutott a döntőbe. A tartalékosan felálló Juhász Bélát és Garamszegi Gábort nélkülöző csapatunk óriási bravúrral a negyedik helyen végzett. A csapat tagjai Kautsky László, Török László, Dávid Krisztián és Massa Sándor voltak. Ezen a nem várt sikeren felbuzdulva, másnap a Juhász Bélával kiegészült csapat megkezdte az EB keretei között évente megrendezésre kerülő Európa Kupa csapatversenyt. A gárda önmagának is meglepetést okozva, egyenletes jó játékkal 16 ország mintegy 60 csapata között a harmadik helyen végzett. A fiúk bármennyire is szeretnék elfelejteni, de a harmadik helyre nem feljutottak, hanem visszaestek, ugyanis a döntőbe jutásért egy olyan német csapat ellen játszottak, amelyet már korábban megvertek 3-1-re, és most 2-0-ra vezettek, mégis 3-2-re kikaptunk. A fájdalmas kudarc arra volt jó, hogy megtanulták, nincs lefutott mérkőzés, mindig lehet fordítani az eredményeken. A csapat tagjai Juhász Béla, Kautsky László, Török László és Dávid Krisztián voltak. Az együttesből ki kell emelni az újonc Dávid Krisztián szinte 100%-os teljesítményét. A dárcozók a Becsési Sportegyesület egyik legfiatalabb szakosztálya, mégis eredményeiket tekintve az egyik legsikeresebb. Gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk!